Amikor a Montserrat évre jöttem, akkor nagyon erősen lüktetett bennem az a kérdés, hogy mi lesz az én hivatásom, mi lesz az én életemnek a menete, és ott volt bennem egy vágy is, hogy növekedjek az Istennel való kapcsolatomban, az imádságban, hogy megtapasztaljam, hogy ebből hogyan lehet élni, hogyan fakad ebből nekem konkrétan élet. És azt tapasztaltam, hogy amikor erre tudok figyelni, amikor oda tudok hangolódni az imádságban, a lelki gyakorlatokban, az itt töltött időben az Istenre, akkor kicsit lekerül a hangsúly arról, ami félelmetes, vagy ami aggasztó a jövőmmel kapcsolatban, és sokkal kevésbé az én életem lesz a kérdés, és sokkal inkább az, hogy az Istennel való kapcsolatomat mi az, ami segíti, mi az a következő lépés, ami segíti.